A koronavírus járvány következményei miatt a gazdasági teljesítmény jelentős 4,2%-os csökkenésére számítanak idén a vezető német gazdaságkutató intézetek elemzői. Kalkulációik szerint az első negyedévben 1,9%-kal csökkent a német GDP, a második negyedévben viszont már 9,8%-os lesz a visszaesés. A müncheni IFO gazdaságkutató intézet vezető közgazdásza úgy fogalmazott, ez lesz a legnagyobb visszaesése a negyedéves GDP növekedés számításának 1970-es kezdete óta, és több mint duplája a gazdasági válság idején bekövetkezett legnagyobbnak 2009 első negyedévében. Mély recesszióba tolta a francia gazdaságot is a járvány. A jegybank jelentése szerint márciusban minden héten harmadával esett a gazdaság teljesítménye, becslése szerint az első negyedévben a bruttó hazai termék 6%-kal csökkent a második világháború óta a legnagyobb mértékben. Bruno Le Maire pénzügyminiszter kijelentette, soha nem titkoltam a franciák előtt, hogy ezt a súlyos válságot globális kiterjedése és időtartama miatt csak az 1929-es világgazdasági összeomlással lehet egy lapon említeni. A globális kereskedelem idén 13 és 32% közötti mértékben esett vissza a koronavírus járvány hatásaként áll a Kereskedelmi Világszervezet szerdán ismertetett jelentésében. A WTO vezérigazgatója szerint, ha sikerül viszonylag hamar kontrollálni a világjárványt és helyes együttműködő politikát folytatnak az országok, akkor a világkereskedelem már 2021-ben csak nem visszaállhat a járvány előtti pályájára, tehát jövőre. Tavaly októberben a Kereskedelmi Világszervezet még azzal számolt, hogy 2020-ban 2,7%-kal nő a globális kereskedelem.